Szeretettel köszöntünk mindenkit az Agapé házból, Agapé gyülekezet, Újpest, Munkásotthon 33-39. Isten tiszteleteink 10 órától vannak vasárnap, hétközben rengeteg kis, sokfajta kis csoportbeszélgetés van. Ma a magvető példázatáról egy pár mondatot, ugye így híresült el, de én még inkább szeretem azt, hogy ez a példázat valójában a szívünkről szól, a jó földről. Négy fajta földet mond, beszél Jézus, és tanítja ezen keresztül a tanítványokat, hogy hogyan lehet az életünk az Istennel való kapcsolatban virágzó. Mint ahogy egy kert is. Van olyan talaj, ami kemény, és nem tudja a magot befogadni. Oda esnek a magok, ugye útfélre esett magokról beszél, ha oda esnek a magok, jönnek a galambok és elviszik. Sokszor, ha kemény a szívünk, ugye ez példázza, kemény a szívünk, hiába halljuk Istennek a kijelentését, egyszerűen kikapkodja a gonosz az életünkben ezeket az égiket, soha nem fog eljutni a szívünkbe, és soha nem fog gyümölcsöt teremni. Aztán beszél arról, hogy akik a köves talajra hullottak, ezek a magok. Ugye ez olyan, amikor egy mag egy pici kis földet talán egy pici kis tócsában meggyökerezik, kihajt két hétig, és két hét után, amikor tűző napon kiszárad az a kicsi kis nedves rész, földrész, akkor elszárad. Ilyenek azok az emberek, akik elfogadják, ugyan, vagy ha, amikor hallanak Jézusról, befogadják Isten igényt, nagyon gyorsan azt mondják, hogy tényleg van Isten, tényleg érdemes, tényleg én odaadom az életemet, de amikor egy pici kis nehézség jön, egy picit süt a nap, kicsit talán nem legkényelmesebb szituációban érezzük magunkat, elfelejtjük, és sekélyes az életünk és a gondolkodásunk. Vigyázni kell erre, mert ez egy elég gyakori, az instant világnak ez egy nagyon sajátos hatása az életünkre nézve, hogy nagyon sekélyesek az életünk, sekélyessé válik az életünk, kapcsolataink, gondolkodásunk, mindennapjaink, és teljesen kielégületlenek maradunk, de az Isten igéjével kapcsolatosan is ez egy nagyon egy gyakori jelenség. A harmadik föld, amikor gaz közé esik, gyomnövény közé esik a mag, azt mondja Jézus, akkor kihajt ez a nemes mag, az Istentől való kijelentés, meggyökerezik, ki is halt, ki is bújik, de ott van a rengeteg gyom, kúszónövény, folyó, folyandárok és mindenfajta növény elnyomja. És azt mondja, az életnek a csábítása, mindenfajta más információ, rengeteg más tanítás, másfajta okosság gyakorlatilag kisöpri az életünkből az isteni kijelentést. És akkor sem fog ez a nemes mag kihajtani. Ugye ezt tudjuk, hogy a gyomnövény természetes voltánál fogva, vagy hogy milyen természetes erős immunrendszerénél fogva mindig erősebb, mint egy nemes mag. Így van ez az életünkkel. És ha nem gondozunk egy kertét, soha nem fog nemes gyümölcs teremni. Viszont van jó föld is, jó szív is, ami hogyha ki van gazolva, ha elég mélyen fel van puhítva, hogyha nem kemény, hanem lágy, hanem fel van ásva, fel van szántva, az odavetett mag viszont kihajt, gyümölcsöt terem, és annak a vetőnek is, és a termőnek is megelégedésére lesz. Hát ilyenekről és hasonlókról rengeteget tanított Jézus, mi is sok ilyenről beszélünk, és várunk mindenkit szeretettel.